Következő Ferox Vir kérdései. Első, miért döntetetek úgy, hogy ti is csináltok kérdezfelelek videót? Jó ötletnek tűnt. Ja. Megül, azon is gondolkoztunk, hogy megint egy olyan köszönő videót csinálunk, mint tavaly, de... Már volt. Az olyan... Szerintem, hogy megint lekommentálunk egy filmet, de az évad végén ráér szerintem. Mm. Mert lehet, hogy csinálunk megint egyet. Tehát ez tűnt olyan jó ötletnek. Ja. Nagyon jó pofa dolognak tűnt ez. Második kérdés, miért három a bad movies? Mert annyira szarok a filmek, annyira szarok a filmek. Jó kérdés. És aztán nem tudom, de sose volt olyan, hogy leültünk volna ott Logan Black Sheep meg én, és elkezdtünk volna agyalni, hogy na, akkor mi legyen a sorozatnak a neve, ha már elkezdtük, mert... Valahonnan ez így jött, így hát kezdetben volt az, hogy ugye odaírtuk azt is, hogy rossz filmek, hogy ugye többen észrevegyék, tehát az volt ugye a kezdetben, de ez a bad movies, ez egyszerűen csak úgy jött. Tehát, nem tudom, talán valamelyikünk mondta ezt így, hogy bad movies, és ez így ráragadt. Én már meg nem mondom, hogy... Várj, ez nem abból jött ki, hogy a bárányok harapnak, ott néztük meg akkoriban, és ott volt ez a amikor elnyújtják ezt, és nem onnan jött ez? Na, lehet. Hogy bad movies, nem lehet. Onnan jött? Lehet. Már esküszöm nem emlékszem, tehát lehet, hogy így volt. Nem tudom már. De nem volt ilyen, hogy elkezdtünk volna azon agyalni, hogy mi legyen a címe, ez csak úgy jött. Így jött hirtelen. Jött, hogy bad movies. Harmadik volt már, hogy így ezt a filmet egyikőtök nagyon jónak, míg a másik ultraszarnak tartotta. Volt. Nem tudom, én egyre emlékszem. Nem tudom, te is arra gondolsz, hogy hát én a... először mondjad, hogy te mire hát én a Dobbermanra gondoltam. Igen, a Dobberman volt, ugye? Ami neked baromira tetszett, én meg rohadtul utáltam. Jó, én sem vagyok rajongója, de az tény, hogy miközben én néztem, én nagyon jól elszórakoztam rajta. Szerintem egy nagyon pörgős, nagyon látványos és nagyon hangulatos kis francia akciófilm volt, meg hát... Hát végül is én sem mondom, hogy nézhetetlen, meg ultraszart, csak nekem ez annyira... Szóval nem tetszett ez a Dobberman, de hát jó, van mindegy. És még van egy itt a kérdésben, egy annyi, hogy ha igen, akkor végül is az be lett mutatva? Hát nem lett bemutatva, és szerintem nem is lesz. A Dobberman? Hát szerintem próbálom így a te szemeddel nézni, de szerintem annyira akkor se volt rossz. Nem, annyira nem volt rossz, csak én pont az, hogy te először láttad, te hamarabb láttad, és azt mondtad, hogy jó, lehet, hogy azért nem tetszett nekem, de nekem az egyáltalán... Ha igen, hogyha nem harangozom bele, de nem lesz se utálnád. Se gyöngyszem, szerintem se. Nem. Jó, következő, negyedik kérdés. Szerintetek lesz valami olyan film, ami überelni fogja a Versus-t? Hát, reméljük, hogy azért... Én már mondtam, hogy szerintem nem. Tehát azért azt überelni, hát az... Tehát, hogyha ilyenek nem tudták, mint az Eszement Freddy katasztrófa film Rettegés éjszakája, akkor nem tudom, hogy mi überelhetné. Valami majd egyszer fogja, hát, szerintem. Majd talán... látjuk. De hogyha übereli valami a Versus-t, akkor csomagoljuk össze a kaját és leköltözünk a pincébe, mert akkor eljön a világnak vége. Hát igen. Na, mindegy, megvárjuk, megnézzük majd. Ötödik kérdés, honnan jött a Sorter és a Black Sheep név? Na hát akkor te kezded. Mi az, hogy én kezdem? Az előbb mondtuk, hogy így neveztek el minket. Tudod? Na jó. Na jó. De amúgy a Black Sheep az a... Hát, Black Sheep, ez így jött, ez így jó hangzott. Igazából én láttam azt a filmet, a bárányok harapnak ott, és annak volt ez a címe, csak külön írták. Megtetszett, mondom, ez egybeírva egész, jól is néz ki, így leírva meg, jól hangzik, mondom, ez egy jó pofa. Én nevem pedig a Revolver című filmben, ugye ez Guy Ritchie-nek volt azt hiszem a harmadik filmje, kevésbé ismert, de nekem nagyon tetszik. Ott hívták úgy az egyik szereplőt, egy bérgyilkost, nagyon megtetszett a karakter is, meg különösen ez a név, hogy Sorter, ez nekem rohadtul tetszett, és hát úgy gondoltam, hogy ha már nevet kell választani, akkor ez úgy jól hangzik, és ezt úgy ki is tudom mondani. Ez volt a kamuduma, az igazság az, hogy így kereszteltek el minket születésünkkor. Következő kérdés. Fogtok még úgy bemutatni filmeket, mint azt a csodálatos álom.net-et? Igen, fogunk majd. Igen, szerintem is. Szerintem a... És én azon is gondolkodom, hogy egyszer meg kéne próbálkozni azzal, hogy egy jót. Na, majd meglátjuk, lehet, hogy majd. Vagy nem is jó, de volt egy, amit kinéztünk, tudod, egy Chuck Norris-os film, meg egyáltalán nem mondjuk el mi, de olyan nagyon, annyira rossz, hogy az már jónak tűnik az egész, tehát ez lehet, hogy jó, hogy jelenne, majd meglátjuk. Hetedik kérdés, véletlenül ti nem voltatok ott azon a filmnézési rekordkísérleten? Sajnos nem. Nem, én az a baj, hogy későn tudtam meg, hogy ilyen van. Lehet, hogy elmentem lesz volna. Lesz majd most áprilisban is, de már nem rekordkísérlet, hanem ilyen mozimaraton, de egyszer nem bírunk az ilyenekre elmenni, nincs pénzre. De hú, de jó lenne. Nem pénz, hát idő nincsen rá, meg kedv nincsen rá, de ugye? Meg pénz. Hát meg pénz. Igen. Jó, most én kedv is... Kedv az lenne? Persze. Idősen nagyon jön. Nyolcadik, sokat jártok moziba? Amikor csak lehet. Hát nem azt mondom, hogy állandóan, én arra ülök be, ami érdekel. Tehát hát az egy hónapban 2-3-szor beülünk egy. Hát, de mondjuk általában egy hónapban 2-3 film érdekel. Igen, én nem ülök be minden izére, fűre, fára, mindenre, én ami érdekel, azt rendszerűen megnézem moziba. Igen, ami érdekel, meg amit vetítik, mert például most
tegnap akartuk megnézni a Daybreakers-t. És nem. És nem vetítik. Vagy ugye így volt a izével is, a Vaskabátok, District 9. Ja, District 9. Én biztos vagyok benne, hogy District 9 kétszer is megnéztem volna moziba, de hát nem vetítették, úgyhogy hát van, amikor sajnos ez így közbeszól, de az elég sűrűn szerintem. Amikor csak lehet, akkor el szoktunk menni. 9. kérdés, ha néztek Forma 1-et, kinek szurkoltok, nem nézünk Forma 1-et. 10. El Bundy után ki a kedvencetek a világ legjobb vígjátékából? Hú, Peggy Bundy. Mindenki egyébként, mindenkit nagyon. Én annyira bírok mindenkit. Peggy Bundyt én teljesen, hát a Kelly Bundyből ugye szerelmesek vagyunk mindannyian. Bad Bundyt meg csak bírjuk. Bad Bundyt csak imádjuk. Akár akkor ugye ott van Marcy Darcy-t utáljuk, de éppen ezért szeretjük is. Jefferson, tehát... Hát ott nem lehet nem szeretni. Meg Griffel, tehát az mekkora harc. Igen, mondani akartam neked, ugye Steve. Steve is egy akkora karakter volt. Itt is nagyon csipázott. Mindenkit imádunk. Mindenkit, de hogy ha mindenképpen mondani kell, hogy talán is azt mondanám, hogy Peggy Bundy. Nem, akkor a Bruno-t lerjük. Szavazzuk Bruno. Meg a Bruno-t. Szavazzuk meg Bruno-t. Jó. Szóval, de mindenkit, tehát a Remender családban mindenkit imádunk. 11. kiskolatokban gyúlmáztatok? Sokat. Igen, sokat. Igen. Volt egy játék a Neverhood. A kalandjáték, én megcsináltam egy csomó mindent belőle. Nem volt, hát van. Vagy hát van. Jó, de hát ma már nem nagyon játszunk vele. Akkor most következnek Conor 94 kérdései. Első, milyen idősek vagytok? Hát én 21 éves vagyok jelenleg, te pedig? Én pedig nyáron leszek 18. Ja. Tehát jelenleg 17. Második, Véres Valentin 3D, hogy tetszett? Szerintem jó. Szerintem itt kicsit megoszlik, mert te ugye moziba láttad 3D-sen, én meg itt van 3D nélkül, de egyébként nekem is tetszett. Biztos vagyok benne, hogy 3D-sen sokkal jobb volt. Tehát ez... Azért túlzás, hogy jó, de igazából szerintem nekem a Véres Valentin 3D azért tetszett, mert ezek a 3D-s effektek, hogy beleszáll az arcodba minden, ezt egyedül ott sikerült olyan iszonyatosan jóra megcsinálni. Én azóta egy csomó filmet láttam 3D-ben, legutóbb ez az Így nevel a sárkányodatot. Sárkányodatot. Igen, hát így hát kell ragozni. Így kell mondani. Na mindegy, szóval ezt láttam, és ebbe se volt ez jó megcsinálni. Hát ezt is láttad. Igen, együtt néztük. Szóval, hogy az nem volt olyan jó megcsinálva. Jó, én most erre nem szólok semmi, én eddig egyetlen a Így neveld a sárkányodaton kívül, az egyetlen, amit láttam a 3D-sen, az Avatar volt. Tehát én nekem 3D-s filmekben nem nagyon van nagy élményem, de... Na de például itt voltak olyanok, tehát amikor a csákányt eldobta a fickó, azt és így képzelem. Repült, és tehát az annyira szenzációs volt, hogy az valami félelmetes, tehát tényleg az hátra ugrottál tőle. Olvastam kritikákat a Véres Valentinről, és még azok is dicsérték azt, akik egyébként utálták a filmet, hogy az a csákány az kibaszott jó. Fú, tehát amiatt megérte az egész filmet. De egyébként nekem is tetszett a Véres Valentin. Volt még benne egy-két nagyon-nagyon ütős trükk. De egyébként nem, a maga film nem egy nagy vasszizdesz, de úgy... Az egy jobb, mint az átlag horrorok szerintem így is. Tehát nekem végül is tetszett a Véres Valentin. Jó, harmadik, Antifaces-t ismeritek? Én ismerem, és én nagyon bűnöm. Én egyik barátom mutatott egyszer így futólag egy-két videót tőlük. Én nekem tetszett, de én úgy besokalok tőlük azért egy-két videót megnézett tőlük. Én hármat vagy négyet láttam. Nekem nagyon tetszik, szerintem nagyon jó. Negyedik, ha igen, akkor mit szóltok az animéshez, ahol nagyrészt lehordják az animéket? Szerintem nem hordják le ott az animéket. Én nem láttam. Nem hordják le az animéket. Igazából az animés nekem pont azért tetszett, mert az egyik, ketten csinálták ezt, hogy ott nem tudom, négyen vannak ebben az Antifaces-ből, jöttem, és ketten beszélgetnek, és az egyikük fikázni próbálja az animéket, a másik meg elmagyarázza, hogy miért jók az animék. Jó, ez persze ilyen piricesen van az egész megcsinálva. És igazából arról szólna az egész, hogy aki fikázza, az ilyen kölyöklubos, Nickelodeonos animék alapján, de Pokémon, meg Digimon, meg az a kártyás, a Yu-Gi-Oh! Hát azok ez alapján ezt lehetne is fikázni. Igen, azok alapján. És a másik elmagyarázza, hogy már pedig ez egy komoly műfaj, és vannak igenis hát, olyan örökbecsű darabok benne, mint a Páncélbazárt szellem, a Full Metal Alchemist. A D. És ilyesmik, amik meg igenis mesterművek. Jó. 5. Szeretitek-e a Rammsteint, illetve a Lordit, meg a Linkin Parkot? Én csak a Linkin Parkot ismerem, mert egyik haverom azt hallgat állandóan. A Linkin Parkot egyébként igen. Azt én is bírom, a többit az ugye elhallgatom, de nem. Én is úgy, igazából meghallgatom őket, de nem vagyok nagy rajongójuk. 6. Egerben jártatok-e már? Én még nem. Én már igen, egyszer még kiskoromban, talán még alsós lehettem, akkor mentünk el oda kirándulni, elmentünk persze a várba. Egész szép hely, tényleg jó. Hangulatos kis hely tényleg. 7. Ismertek a Neumann Sulit? Hát Neumann ismerem. Névről igen, de így névről ismerem, de... Tudom, hogy kiről van szó, meg miről, de nem voltam még ott. Meg nem mondanám, mit tanítanak, bár gondolom Neumann néven. Valami számítástechnikai. Nyilván valami informatikai cuccot. 8. kérdés, hogy jött az ötlet, hogy írtok regényeket?
Hát... A túlbúrjánzó fantáziánkat le kellett valahol vezetni. Igen, én is ilyesmit akartam mondani. 9. a kristálycsíra ötlete honnan jött, mert az nagyon jó lett. Ja, ez jó. Na hát először is köszönöm szépen az elismerést. Hát a kristálycsíra ötlete az egy érdekes sztori. Itt volt nálunk egy ilyen kis baráti összejövetel, hogy ittunk, meg szalonnát sütöttünk, meg hasonló. Meg hányunk. Nem, egyébként hányás az szerencsére nem volt. De a kristálycsíra ötlete az úgy jött, hogy... Volt egy gyerek, akkor ismertem meg, és tényleg egy akkora csávó, akkora arc, hogy rengeteg viccet mesélt nekünk, és olyan jó volt az egyik végül. Igen, is. És olyan jó tudott a gyerek viccet mesélni, hogy még el se élt a poénhoz, de már mindenki dőlt a röhögéstől, mert tényleg a padlón voltunk, komolyan akkora arc az a gyerek, és ő mesélte nekem el ezt tulajdonképpen egy vicc formájában ezt a kristálycsírát, és nekem ez annyira de tetszett. De akkor még nem volt ilyen kristálycsíra, azt teszedted már bele. Igen, azt én raktam bele, én adtam neki címet, mindent, tehát ezt ő egészen lerövidítve mesélte el. Nekem ez annyira tetszett, hogy mondom, esküszöm én ezt megírom, de hogy nekem én ezt meg kell írni. Emeltél Pestre hozzá, megvetted tőle a jogokat. Igen, hát nem végül is, de hát... Nem is tud róla, de nem baj. Onnan jött az ötlet, és hát kaptam rá pozitív visszajelzéseket, úgyhogy szerintem jó sikerült, hát mindegy, nem az enyém az érdem egyébként, tehát nem én találtam ki, és ahogy én leírtam, az közelébe se ér annak, ahogy ez a gyerek előadta, de köszönöm szépen az elismerést, és hát végül is innen jött az ötlete.